az be kell, hogy valljam, hogy nem úgy készültem, hogy csinálok ennek a elhagyatott szovjet laktanyában nyomában című videónak egy második részt, de hát így hozta a sors. Ez a hely itt körülöttem egy második világháború során üzemelő német repülőtér volt, amit ugye a 45-46, illetve a 40-es évek végéig felszámoltak, és ugye a környezeti adottságok olyan jók voltak, hogy a szovjetek is elfoglalták ezt a részt, és a közelben csináltak maguknak még egy laktanyát sok száz mellé. És hát ugyanúgy, mint az előző részben is, hagytak szemeteket, nyomokat, ugye régi konzerv, cipő, papucsok, még tévé is van, régi szovjet tévé, rádió, meg a gyűjteményemben egy jó kis sztár üdítő ide, de ez nem kóla. Ha valaki megismeri, ez szerintem ilyen sprite-os dolog lehet, ilyen citromos. Tudsz, lehet még érdekességet találni még a második világháború során bombázott részeken is, bombákat, töltényhüvelyeket, meg ilyen érdekességeket. Szóval ezt majd be fogom nektek mutatni mindenképpen. Tűz. Nagyon sok üveget, cipőt, meg ilyeneket lehet találni, ugye ott is egy régi konzerv, szovjet. Itt egy mert ez pontosan egy szovjet katonáknak a széria bögréjük volt, tehát ilyet kaptak ebédre, vacsorára. Most hát nem úgy értem, hogy ezt tették, hanem ebből ittak, ettek. Meg ugye ez ilyen fémből volt, tehát ezt fel is lehetett tenni a tűzre. Ho-ho! De jól néz ki, na ilyet találtam ugye nem régen, be is mutattam. LTV erdei termékvállalat. Mondtam, hogy lehet itt jó dolgokat találni még. Elkezdhetem gyűjteni ezeket az üvegeket lassan, annyi van belőle. És itt egy Coca-Cola-s is. Sajnos ez össze van törve. Ez nem lehet olyan régi. 80-as évek, vége 90-as évek eleje. Ilyen még most is van forgalomban. Valaki esetleg kételkedne a videó eredetiségére, láthatja, hogy nem ugyanott vagyok, mint az előző részben. Tehát ez... Várjál csak! Na, tessék! Az előző rész, most hát az előbb találtam ilyeneket, csak el voltak törvezve, mert tiszta épek. El van töltve a belsejük. Szép. Körülbelül 100 négyzetméteres területen egész szép gyűjteményt össze lehet hozni. 10 perc alatt. Nem is gondoltak, amikor kidobták, hogy mekkora. Jó, nem azt mondom, hogy ezeknek kurva sok értékük van, de azért gyűjtőknek azok pontosan tudják, hogy ezek mit érnek. És amúgy az ilyen random szemetek, cipők, meg ilyen kidobált üvegek között lehet találni eredeti, igazi szovjet kitűzőket, meg gombokat is. Tehát a szemfülesebbek azok elég érdekes dolgokat is tudnak találni. Ezt kapjátok ki. Na, erről beszéltem. Na, nem akarok nagyon hozzányúlni. Hát ez se 20-30 éve lőhették ki. Ennek a vége fából van, vagy mi a franc ez? Szerintem ez csak ilyen gyakorló gránát akar lenni. De ezzel jobb, ha nem piszkálom. Tök jó keresgélni ilyen régi kincsek után, úgy érzem magam, mintha valami régész lennék. Ismételten egy újabb gyöngyszemet találtam, méghozzá szó szerint Nédelemnek az a neve, hogy gyöngy. Hát ilyet még életemben nem is hallottam, aki ismeri és tudja, hogy körülbelül mikor lehet, azt írja meg. Mindenképpen írja meg kommentben, mert kíváncsi leszek rá. Gyöngy, és hogy mi volt benne, tehát milyen ital. Aki igazán bizonyítéket akart arra, hogy ez biztosan szovjet laktanya volt, és hát ennek a körzete, annak itt a bizonyíték. Ez egy vállap, katonai vállap. Meg ilyenek, szigetet is írás. Tehát mondom, hogy lehet érdekes a dolgokat találni. Mert ha jól veszem ki ennek a külívét, akkor ez egy
tanklövegnek a... az alja. Szerintem ezt is tankból lőhették ki. Az alja. Jó nehéz. Itt pedig az elkerített határnak a maradványai látható. Szöges drót. Előbb belakadtam meg egész ügyesen. Hát ilyen meg volt körbekerítve. Szóval akkor szerintem nagyjából ennyi, mert már elkezdett sötétedni. De ennek a sorozatnak mindenképpen lesz harmadik, szerintem még negyedik része is, mert elég sok mindent lehet itt találni. Szóval majd látni fogjátok. Sziasztok!